Miénk a mini travel című adás, amiben mindig egy országot kutatunk. Igen. Egyiptom történetét kutatják a Láncos Kornél Reál Gimnázium aulájában. A diákok ugyanis egy következő rádióadás tematikáját állítják össze. Gyerekeknél biztos bejön. Ez pedig már a Táska Rádió stúdiója, ahol műsort készítenek a fiatalok. Ezek lehetnek beavatott rádiósok. Ez a csapat egyelőre a Táska Rádió hallgatóinak számát növeli, hamarosan azonban a fiatalok a műsorkészítésből is kiveszik részüket, hiszen a rádiós alapismeretek kurzus elvégzése után belekóstolhatnak a média világába. Szeretnénk bevonni a város lehető legtöbb diákját ebbe a tanfolyamba. Ténylegesen a város diák rádiója szeretnénk lenni, és ezért újra és újra meghirdetjük a taktobozót meg a tanfolyamot, hogy aki még eddig nem jelentkezett és nem vett részt, de talán most vette észre, most csillant fel a szeme, az annak legyen lehetősége erre. Az egyik diákot a beszélgetős műsorok készítése érdekli a legjobban, és azért jelentkezett a tanfolyamra, hogy az alapokat megtanulja. Szerintem az a legjobb, ha mindenféle hallgatót meg tudnak fogni, mindenféle egyéniségű hallgatót. Kicsiket, nagyokat, felnőtteket, fiúkat, lányokat, egyaránt. Egy másik fiatalt a rádiós és televíziós személyiség, Sebestyén Balázs inspirálta arra, hogy elvégezze a kurzust. Nagyon régóta, minimum egy 5-6 éve így kísérem az életét, tehát hogy így Balázsó is, meg így a rádiózás is, és nagyon érdekel, tehát ahogy ő csinálja, így nagyon érdekel, és hát igazából vágni, meg ahogy élő műsorba szerepelni, így nagyon szeretnék. És olyan iskolás is volt, akit csupán a kíváncsiság vezetett a Láncos Gimnáziumba. Kedvet kaptam a rádiózásról, mert szerintem érdekes, és szeretek beszélni. Rádiós alapismeretek képzést minden negyed évben hirdet a Táska Rádió. A kurzusra 12 és 20 év közötti diákok jelentkezését várják. Az első órának ugyan már vége, de jövő héten kedden 15 órától még bárki csatlakozhat a leendő rádiósok csapatához.